A Dombóvár város állavatásának 50. évfordulója alkalmából létrehozott rendezvénysorozat nem véletlenül indul éppen itt, a vasútállomáson, hiszen Dombóvár élete mindig is összefonódott a vasúttal. Amikor a vasút élte fénykorát, mindig akkor élte Dombóvár városa is. 1872-ben, amikor megépült az első Dombóvár-Gyékenyesi vasútvonal, majd azt követően röviden néhány évtizeden belül, 1920-as években már 2000 vasutas volt Dombaváron, és gyakorlatilag egy új városrész, új Dombavár jött létre. A vasút azon túlmenően, hogy munkáját teremtett Dombavár városi temény, nagyon fontos volt a sport és a kulturális élet tekintetében is, hiszen az első művelődési ház is vasutas művelődési ház volt. 1927-ben egyetlen egy labdarúgó csapat volt Dombaváron, a Vasúté, majd ezt követően néhány évtizeden belül már 11 szakosztály működött a vasút berkein belül. 1979-ig gyakorlatilag a kultúra fellegvára volt a vasutas művelődési ház. Ez az év azért volt mérföldkő Dombóvár életében, hiszen akkor került átadásra a művelődési ház, ahol jelenleg is állunk. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy a vasút is csatlakozott ez az ünnepi alkalomhoz, hiszen vasút nélkül nincsen Dombóvár. Sem jelenes, sem múltja, elképzelhetetlen lenne nélküle. Ezt követően megkoszorúzták a Dombóváron született egykori horvátban Frankó Vlasics szobrát. Ő az, aki azok közé tartozott, akik támogatták az Erdéllyel kapcsolatos korabeli magyar törekvéseket. Ezáltal egy kicsit reflektorfénybe kerülnek a dombóvári horvátok és a horvát közösség, az horvát önkormányzat, amely nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez a szobor itt állhasson, és hogy minden évben megkoszorozzuk és megemlékezzünk a város nagyszülöttjeiről, illetve hogy egy kicsit megemlékezzünk az itteni horvátokról, akik érzik a horvát hagyományokat és a horvát anyanyelvet. Az 1700-as évek elején jelentős számban telepedtek le horvátok, nem csak Dombóváron, hanem a közeli Bikalon és Mágocson is. Mivel egy nagyon nagy ember, ilyen komoly szülöttje Dombóvárnak nincsen, hiszen Franjo Vasics bán tulajdonképpen olyan rangig jutott el, ami a király helyettese, tehát a nádornak megfelelő rangik, ami szerintem egy óriási dolog, és számtalan kitüntetés és elismerés birtokosa, ugyanakkor a leírásokból kiderült, egy kiváló ember volt, tehát akkori közös magyar együttélésnek egy kiemelkedő alakja, aki ezt az időszakot gyönyörűen kitöltötte életművével. A mára pár száz főre zsugorodott horvát nemzetiségű vagy kötődésű csoport azóta is őrzi a hagyományait. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki az elmúlt időszak városi fejlesztéseit emelte ki, valamint azt, hogy az idei év az együttműködésről és az emberi szolidaritástól szól. A közös ünnepségnek a megszervezése is, lebonyolítása is azt bizonyítja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak és a városi önkormányzatnak a város érdekében mindig közös célokat kell megfogalmazni és együtt kell működni. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke is részt vett az ünnepségen és a városi rendezvényen. Ő is az együttműködés fontosságát emelte ki. A testvér kapcsolat lényegében, tehát az, hogy elég régóta dombováriak, a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat régóta kapcsolatban van a horvátokkal, és ugye az azt jelenti, hogy ezt ápolni kell. Egyrészt emberi tartalmai vannak ennek a történetnek, praktikus okai vannak, és azt gondolom, hogy az egymás szomszédsága elkövetkezhet az az idő, amikor egymás komoly segítését is jelentheti. Már most is egyébként zajlanak ezek a dolgok. A koszorúzást követően az áprilisról szeptemberre halasztott gálaműsor vette kezdetét a Tinódi házban. Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, és Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár mondott beszédet. Mindketten azt emelték ki, hogy Dombóváron számos fontos személyiség született, vagy alkotott. Hiába bonták meg a városi titulust, közigazgatás néha furcsa szeszélyét folytán 1878-ban Dombóvártól a település jelentőségét, lokális központ szerepét mindez nem csorbította. Ezt a szerepet mutatja az is, hogy a városban és a várban számos jeles személy élt vagy alkotott itt már akár a 16. századtól kezdődően. A kapcsolódási pontok közül elnök úrhoz csatlakozva jogászként
Számomra is különös jelentőséggel bír, hogy Verbőci István a magyar jogtörténet egyik legfontosabb szövegét, a Tripartitumot jelentős részben épp Dombóvár várában írta meg. De itt alkotott egy időben a törökkor híres költője, Tinódi Lantos Sebestyén is, neves művészettörténész, társadalomkutató és református lelkész. Az ünnep a városi kitüntetések átadásával zárult. Ez az a gála műsor, amit április 1-én szeretnünk volna megtartani, de nyilván kivártuk a kellő időpontot. Szeptember 1-én a megyenap került megvédésre Dombovára, szintén a Művelődési Házba, ezt követően rá 3 napra, ma pedig megtartjuk az 50 éves gálánkat. Ezen az eseményen hagyományoknak megfelelően átadjuk a város kitüntetéseit. Azt gondolom, hogy egy rengeteg ember közül válogathatunk, és rengeteg vállalkozás közül megpróbáltuk a 2020-nak a legjobbjait kitüntetni, és nyilván még maradt a tartalékban, 2021-ben is lesz kitüntetnünk, hiszen kiváló, remek ember és vállalkozás alkotja a Dombovár közösségét. Díjazták Gál Jánost, a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Apáczai Csere János technikum és kollégium igazgatójának eddigi munkásságát. A 30 éve intézményvezetőként dolgozó pedagógus kapta Dombovárváros elismerő díszjelvénye kitüntetést, ami számára egy nem várt elismerés volt. Egy picit meglepődtem, az az igazság, és végig szaladt előttem, hogy végül is mi történt velem itt Dombováron. 50 évvel ezelőtt, amikor a várossávatás megtörtént, az akkori Gőgös Ignác gimnázium tanulója voltam, és tulajdonképpen a felsőoktatási tanulmányomat követően szintén Dombováron helyezkedtem el, és attól kezdve az Apáczai akkori szakközépiskolához, jelenleg technikumhoz köt az életem. És nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan szakképző intézményben dolgozhatok, amelyik meghatározó Dél-Dunántúlon is, Tolna megyében is. És egy olyan intézményben dolgozhatom, amelyik nagyon érzékenyen reagált mindig a város és a város környék iskolával kapcsolatos elvárásaira. A pedagógusokra azért kell figyelni, mert a jó pedagógus nélkül nem működik jó iskola. Most a szakmai váltáson kívül nagyon nagy kihívás a pandémia. Én azt gondolom, hogy az iskolában nagyon kell figyelni arra, hogy egészséges tanárok taníthassanak egészséges diákokat, maximálisan figyelni kell a kockázat csökkentésére, és fel kell készülni arra, hogy bármelyik pillanatban, amikor bekövetkezik valamilyen probléma az iskolában, reagálni tudjunk rá. A város képviselőtestülete 2020-ban a Pro Oppidium Dombovár díszpolgár címet Molnár István mezőgazdasági vállalkozónak adományozta, társadalmi felelősségvállalásáért, az agrárium területén végzett példaértékű kutató fejlesztő tevékenységéért. Díjazták még számos városban dolgozó szakember erőfeszítéseit, így dr. Farkas Szabó András munkásságát is elismerték. Ő dr. József Keller díjat kapott a Város Nemzetiségi Önkormányzataiért tett erőfeszítéséért. Győrben születtem, majdnem 40 évvel ezelőtt. Ott végeztem tanulmányaimat, a jogi egyetemet is, és párkapcsolat révén kerültem ide 2006-ban Dombovára, amely azóta is a szívemhez nőtt, és tulajdonképpen azóta vallom magam dombovárinak. És már 2006-ban az akkori polgármesteri hivatalban kezdtem el dolgozni. Mint köztisztviselő jogász, és azóta is az önkormányzati hivatal apparátusát erősítem. Egy rövidebb ide, majdnem másfél évig voltam a városi jegyzője is, ami nagyon szép munka volt, és sajnáltam, hogy akkor ennek véget kellett vetni, vagy véget ért, de egy hosszabb szünet után visszatértem ide Dombovára, amit életem egyik legjobb döntésének tartok. Azóta itt családom van, egy nagyon szép kisfiam, és szívvel élekkel próbálok tenni a helyi közérdekében, beleértve a nemzetiségi önkormányzatokat is. Mindegyik tulajdonképpen kedves a szívemnek, ugyanúgy a németek is, és nagyon megtisztelő volt, hogy az hivatali munkámat és azt a németekhez való kötődésemet egy díjjal ismerték el, ez a dr. József Keller díj, amit egy dombovári német emberről neveztek el, német szemezes emberről, aki sajnos már nincs köztünk, de nagyon sokat tett a németségért helyi szinten is, meg országosan is. Pintér Szilárd a város polgármestere azt mondta, fontos megünnepelni, hogy Dombovár 50 éve város. De legalább ennyire fontos a település következő 50 évére gondolni.
egészségügy szempontjából két projektet szeretnénk preferálni. Az egyik, ami évek óta behúzódott, nem készült el a mentőállomás. Az új mentőállomásra ígéretet kaptunk, és a kórház területén ez a közeljövőben meg fog épülni. Szintén nagyon fontos egészségügyi szempontból az STK épületének a felújítása, hiszen az elmúlt 40 évben, amióta megépítették, azon nem történt semmi változás. És már, mint említettem, nem csak 16 település, 27 település lakossága veszi igénybe ennek az egészségkomplexumnak a szolgáltatását. Valamikor nagyon büszkék voltunk Dombaváron, hogy az első úszoda az országban szinte itt épült. Ez az úszoda azóta oly mértékben leamortizálódott, hogy mindenféleképpen kell építenünk egy új úszodát, és az új úszodát egy sportkomplexumba szeretnénk elhelyezni, ahol egy sportcsarnok, egy tanúszoda kerül neki alakításra, egy tekepálya és egy lőtér is. Tehát azt gondolom, minden olyan funkciót be tudnánk egy épületbe tenni, melynek Dombaváron hagyományai vannak. Amikor Dombaváról beszélünk, én mindig nagyon fontosnak tartom a járási szemléletet, hiszen Dombavár a járás központja a 16 településé, és azt gondolom, hogy Dombavár felelőssége a 35 ezer lakos, hiszen ennyibe tartozunk a környező településeknek, hogy róluk is lehetőség szerint is városi szerepkörbe gondoskodjunk róluk.